Na, Hali, sziasztok! Igen, videózik egyet a Keeper, és hú, egy csomó mindent akarok mondani, és rettenetesen fúj a szél, remélem nagyon nem lesz szélzaj. Vegyük sorra a dolgokat, igen, van most megint videó, és megint majd lesz is mindenféle, de erről majd mindjárt beszélek bővebben. Először is szeretném megmutatni, hogy mit tettetek a Ventóval. Nagyon sokan írtátok, hogy legyenek feketék, ugye a széles lemez felnik. Hát én megcsináltam. Lefényeztem őket feketére, hát eddig se volt egy Barbie mobil a Verta, de most már nem tudom egyáltalán kimerek-e az utcára menni, úgyhogy nem fognak lőni rám. Próbálom megmutatni így messzebbről, hát körülbelül mind valami Mad Max gép, most úgy nézünk ki. Borzalom, mármint jó értelemben borzalom. Nagyon izélet, nagyon maszkulin, férfias állat, barom gép lett belőle. Tényleg ilyen, kicsit ilyen Mad Max feelingje van. Annyi zavar benne, hogy ugye a fekete a slankit, és kisebbeknek tűnnek ugye ezek a széles lemezek miatt. Egyébként tudjátok, ezek a pödörfelnik, amúgy nekem nagyon bejövős, így feketén is. Hát most ezt fogjuk élni, majd írjatok véleményt, hogy mégis mennyire jó. Várjatok, most szembe kell fordulnom, úgyhogy onnan fúj a szél, lehet, hogy szélzaj lesz. Nagyon Mad Max, vagy nem is tudom, mire emlékeztet. Még a Mad Max 1-ben voltak azok a verdák, amik még nem voltak annyira szétgyúrva, de kb. Így néztek ki, ilyen ezekkel a széles lemezekkel, meg a kiálló felnikkel, meg minden cullanggal együtt, ugye? Egyébként más nagyon nem módosítottam rajta. Annyi, hogy a Volkswagen jelet is lefújtam feketére, mert nem jött be, hogy ilyen különálló zöld. Amúgy szerintem fasza. Még lehet, hogy egy kicsit csavarok rajta lenne, vagy le a gevinden, ugye, hogy egy kicsit jobban üljön, mert És még magasnak is tűnik nekem, komolyan mondom. Eddig azokkal a feljelekkel olyan pásztatást keltett. Tényleg. Na mindegy. Tetszik egyébként. Ha kipufogót lehet, hogy még feketére leküldöm azt, akkor még az úgy még ad egy ilyen feelinget. Vagy pedig van az a izé, az a... Tudjátok, beszokták a kipufogókat tekerni azzal a motoroknál leginkább azzal a... ilyen szövettel, azzal a hőálló szövettel, azzal kéne egy betekerni őket, akkor megint az is egy ilyen elég jó feelinget adna. Ja, meg egy izét akarok, egy ilyen morcosítást majd a lámpákra, hogy ne legyenek ekkorák. Ugye akkor az takarjon rá valamennyit, valami olyasmit majd kitalálunk. Na jó, hát igen, zából akkor a Ventó téma, ennyi, így néznek ki ezek a felnik matfeketén. Ezt nagyon, legalább fele annyi ember írta a matfekete felnik, mint a, vagy legalább annyi ember írta, mint a mi a francot? Fehéret. Hát egyébként van még egy variáció, mert van még olyan színem, hogy az a homokszín, az is ugye menne hozzá. Ez most elég nagyon belevaló, hát kicsit ilyen izé lett, kicsit ilyen lopakodósabb verzió lett most a verde. Jó, nekem egyébként bejövős. Majd írjatok tényleg véleményt. Na, akkor videózás téma. Ugye ma szombat van, ha minden igaz, akkor fel fog ezt töltődni ez a videó. És valószínű, hogy hétfőn meg fog érkezni az új gépemhez az alkatrész áradat. Szóval azt tervezem, hogy újra videózunk hétfőtől. Annyi, hogy össze kell raknom ugye a gépet, meg ilyesmi. Biztos kérdezitek, hogy milyen géped vettem. Hát vettem valami Asus alaplapot, meg AMD-nél maradok egy 8 magos AMD processzort, ami 8x4200 vagy nem tudom micsoda, mármint az órajel. Úgy egész jónak tűnik, annyira nem akartam sokat belefektetni, de azért mégis azért legyen valami. Igen, és videók azok lesznek akkor majd, jó? Még akartam mondani, csak jaj, rengeteg dolgot írtatok basszus az utolsó videó alá, hogy én nem is gondoltam, hogy annyian szeretitek a videóimat, úgymond láttam a nézettsége, hogy azért nézik őket, de hogy sok embernek mennyit jelent, az nagyon megható volt, és emiatt is sem akarom félbehagyni. Lehet, lövök még egy-két képet így erről a Verdáról. Nagyon furcsa ezek a fekete felnek egyébként. Nagyon izé lett, nagyon ilyen badass, ilyen Mad Max-es lett, meg nagyon kurva férfias, meg minden fasza. De ugye a fehér azzal egy kicsit ilyen diszkósabb hatást keltett. De azért nem tudom, lehet, hogy majd megint színt fogunk váltani. Lehet, hogy egy ilyen homokszín, tudjátok, az a sivatagi szín felniket fel. Az is jó lenne. Azért nem olyan rossz, hanem ez így baszad. Látok így.
izé, nagyon Mad Max. Nagyon Mad Max lett a Verta. Tetszik, jó? Gondolom van Cézaj. Na jó, a gyerekek, jók legyetek. Ja, hogy meg miért nem voltak videók, gondolom azért is kérdeznétek arról, és hát voltak különböző problémák, amik problémák voltak. Meg valamelyik nem is volt olyan nagy probléma, valamelyik probléma volt. Aztán így a fasz tudja, mit mondjuk erről, gyerekek. Majd egyszer talán elmesélem, jó? Ez a Volkswagen el is bazd. Mi beleült a koszna, a francokat nézzétek, kikopott belőle festék. Na majd azzal is kell valamit csinálni. Ja, jó van gyerekek, elbúcsúztam. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Hétfőn lehet, hogy akkor csinálunk egy ilyen gépösszerakós videót, nem vagyok benne biztos, mert akkor olyan azok végig, nem majd írjátok meg, legyenek. Sziasztok, vigyázzatok magatokra. Csá, csá.